Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Vergangenheit wird wachgerufen. Der Freundeskreis Dombower Kernen feierte sein Jubiläum. Die Sprache üben, das Wissen erweitern. In Nimesch wurde der diesjährige Branauer Deutsche Volkskundewettbewerb veranstaltet. Zusammenhaltende Gemeinschaften. Auch im Alltag ist der Deutschtum wichtig. Nur ein Tropfen deutsches Blut. Ein Buch über die Deportierung der ungarndeutschen Zivilpersonen in die Sowjetunion. Der Verein Freundeskreis Dombower Kernen feierte das 25-jährige Jubiläum seines Bestehens. Anlässlich des Jubiläums wurden von der Zivilorganisation eine Festversammlung und eine Fotoausstellung veranstaltet. Während des Programms riefen die Vereinsmitglieder in informellen Gesprächen ihre schönsten Erinnerungen wach. Negyed évszázad emlékeit idézik fel a kiállított fotók a Dombower Kernen baráti kör ünnepi közgyűlésén. A két város közötti testvértelepülési kapcsolat Gerényesről indult éppen 25 évvel ezelőtt. Czárt István az édesapám és Becht Henrik, mindketten Gerényes szülöttei, ők tulajdonképpen a fő-fő alapítók. A kitelepítés szétválasztotta őket, és ezért édesapám itthon maradt, Becht Henrik egy építési vállalkozást alapított kint Kernenben, és nagyon-nagyon sok alkalommal, mikor már jöhettek, Magyarországra jöttek. 1963-ban voltam én először egy osztálytalálkozón, úgymond, ahol tulajdonképpen megszületett egy gondolat, hogy jó lenne Magyarország felé valamilyen szinten az anyaország felé nyitni, segíteni, a gondokba osztozni, egyházi szinten is, és másképp is. És így alakult aztán, hogy lassan, de biztosan tulajdonképpen megalapították a Förderverein, Gerényestékes, Taros, Ág, Szabadi és Csikostöttös falvakkal, ami a kitelepítettek egyesülete volt tulajdonképpen. 1987-ben volt az első nagy kitelepítettek és itthon maradottak találkozója, ugye a 40 éves évforduló. Addigra már szinte minden beérett, a gondolat is, hogy majd testvérváros kapcsolatot kötnek. Vidóczi Laci bácsi is 1987-ben velünk volt, és megismerkedett a kinti polgármesterrel, és évente utána aztán találkoztak. A jó kapcsolatot rendszeresen ápolták. A német testvértelepülésről sokszor érkeztek szállítmányok Dombovárra. A mi egyesületünk 25 évvel ezelőtt alakult azért, hogy ha jönnek Németországból vendégek, tudjuk őket fogadni, tudjuk segíteni az önkormányzat munkáját így módon. Mindent megpróbáltunk, nyilván ők is. Az első szállítmányok érkeztek, az idősek otthona, az Aranysziget idősek otthona nagyon sok mindennel lett támogatva, az iskolák, iskolapadokkal, bútorokkal, különböző bútorokkal. Nagyon sok esetben érkezett szállítmány, ruha, kerékpár, sporteszköz, amit csak szerettünk volna. Minden évben találkozókat szerveztek. Egyszer a kerneniek jöttek Dombovárra, következő évben pedig Dombováról utazott a delegáció a német kisvárosba. Nagyon sokat támogatott bennünket a Kapos kórus ilyen szinten, ők 1985-ben már voltak kint, hatalmas koncertjük volt, nagyon nagy sikerük volt, sokat támogatott ebben a Városi Zenész Egyesület Balaskó János vezetésével. 2007-ben volt egy hatalmas nagy rendezvényünk, ahol nagyon-nagyon sok civil szervezet részt vett Dombováról a Magyarország Vendég Kernen című rendezvényen. Aztán voltak itt is rendezvényeink 2013-ban. Nagyon sok rendezvényünk volt, szinte nem is tudom elmondani, és jó kapcsolatot ápoltunk, jó baráti kapcsolatot. Én magam 58 éve ápolok egy kapcsolatot, ami, hát ha nem lenne most idézőjelben mondom pandémia, biztos, hogy itt lennének. Nagyon szívesen jöttek, szerettek bennünket, szerették a dombováriakat, és szerették a környező falvakat. Az ünnepi közgyűlésen a civil szervezet tagjai kötetlen beszélgetés formájában idézték fel emlékeiket az elmúlt 25 évből.
emlékeim? Hát Bush Laci sajnos már nem él. Ővele vittünk fiatalokat Kernenbe egy egyhetes sport bajnokságra, ahol már elnyertük az első díjat. Több alkalommal vittem csoportot Kernenbe. Fogadtunk itt feleségemmel. Egy hétig kalauzoltuk a németeket a Balaton körül. És az éppen úgy esett, hogy a születésnapomra esett. És egy hatalmas meglepetés ért Tihanyba, amikor mindenki fölállt, és behozták a tortát, és mindenki engem éltetett. Ilyen életemben soha nem volt. A Dombóvár-Kernen baráti kör tevékenységét az önkormányzat is elismerte. 2011-ben civil díjat kapott az egyesület. Im Themenkreis Schwäbische Küche waren Schoner und Handtücher sowie altes Handwerk und Berufe wurde der diesjährige Pranauer Deutsche Volkskunde-Wettbewerb veranstaltet, dessen Ziel ist, die Sprache zu üben und das Fachwissen in spielerischer Form zu erweitern. Gastgeber der vom vorigen Jahr verschobenen Veranstaltung war die Grundschule und Kunstschule von Nemes. A megye nemzetiségi általános iskoláiból érkező diákok mérték össze tudásukat a baranyai német népismereti versenyen, Hímesházán. A feladatok helyes megoldásához az elméleti tudáson kívül gyakorlati ismeretekre és sok kreativitásra is szükségük volt a felső tagozatos tanulóknak. Az osztályfőnökünk nekünk egyben a német és népismeret tanárunk is állított nekünk össze ilyen learning apps-es gyakorló feladatokat, rengeteget gyakoroltunk, és így az osztályból, akik a legjobbak, illetve a hatodikból, akik a legjobbak, azt választottak ki. És összeülni nem volt sajnos lehetőségünk, de így német meg népismeret órán elég sokat gyakoroltunk. Szerintem sikerült elég jól felkészülnünk. Eddig 3 hibátlan, és az egybe csak 8-at tévedtünk, úgyhogy egész jók vagyunk eddig. Szerintem a kvízes volt eddig a legnehezebb, mert volt egy-két szó, amit nem igazán értettünk. És az első, meg a második, ahol dominózni kellett, illetve össze voltak keverve a betűk és kihozni belőle a helyes szót, szerintem az volt a legkönnyebb eddig. A mohácsi tankerület 4 évvel ezelőtt szervezte meg először a baranyai német népismereti versenyt. Tavaly azonban a pandémia miatt elhalasztották a fordulót, így most nagy örömmel érkeztek a tanulók és felkészítő tanáraik is a megmérettetésre. Állomásokon haladnak végig a tanulók, és ott segítik a kolléganőim is a munkát, és hát egy vidám délután keretében felszippantják tulajdonképpen a népismereti ismereteiket, kibővítik azokat, megtapasztalják. Nem tudom még a konkrét feladatokat, arról majd a kolléganőm beszélni fog, de nagyon szórakoztató kis délután szokott ez lenni. A gyerekeknek 3 fős csapatokban indulnak, 9 iskola képviselteti magát a mohácsi tankerületből. Úgyhogy egy igen nívós, és, de ugyanakkor szórakoztató rendezvénynek nézünk elébe. A versenyt minden évben az előző évi győztes iskola rendezi. 2019-ben Vókányban a Hímesházi Általános Iskola csapata bizonyult a legjobbnak, így a helyi német munkaközösség tagjainak áldozatos munkájával valósulhatott meg az idei színvonalas rendezvény. 9 csapat jelentkezett a versenyre, 11 állomáson fognak végighaladni, 3 témakörben állítottuk össze a feladatokat. Az első témakör a sváb konyha, itt a különböző berendezésekről kell majd egy-két dolgot tudniuk. A második témakör a falvédők, törölközők témakör, és a harmadik pedig a régi szakmák, foglalkozások. Különféle játékokat állítottunk össze, lesz rimino játék, puzzle összerakás, akkor szókártyák párosítása, régi falvédőkről, törölközőkről kell szöveget elolvasni a versenyzőknek. A résztvevőknek színes nemzetiségi műsorral kedveskedtek a Hímesházi diákok.
In jedem von ungarndeutschen bewohnten Dorf, sei es im Komitat Branau oder Tolnau, war es wichtig, eine Gemeinschaft zu bilden, die die Tanzkultur der Schwaben in die Gegenwart weitervererbt, vorstellt und ihre Traditionen wachruft. Der Nádasher Ungarndeutsche Volkstanzverein und die Kremlinger Deutsche Nationalitäten Volkstanzgruppe formten sich seit ihrer Gründung in beiden Siedlungen zu einer zusammenhaltenden Gemeinschaft, was auch auf das Leben außer dem Tanz seine Wirkung hat. A Mecsek Nádasdi német nemzetiségi együttes elődje, mely tudatosan igyekezett a helyi német néptánc és népzenei hagyományokat, valamint más baranyai falvak tradícióit összegyűjteni, bemutatni, helyi iskolásokból alakult 1953-ban. Herneszné Hajdu Zsuzsanna 1998-ban vette át a tánccsoport vezetését, és ő gondoskodik az utánpótlás neveléséről is. A jelenleg is több generációs tánccsoport megalapítása óta folyamatosan működik. 2000-ben lettünk egyesület, és azóta egyesületként működünk. Tehát folyamatosan működünk, az utánpótlást próbáljuk biztosítani magunknak, ami most elég nehéz, de mindent megteszünk azért, hogy ez működjön. Jönnek a környező falvakból is, tehát ilyen, ha valamilyen utomodon barátságot kötöttünk, és akkor kedvet kapott, és jön táncolni. Tehát Hidasról is jönnek táncolni, Pécsváradról is járnak a zenészeink, tehát mindig élőzenével táncolunk, és ők is a környező falvakból, tehát nem csak Mecsek Nádast, hanem zenészek, akik Pécsváradon, Gerezslakon, meg Mecsek Nádasdon zenélnek. Ruháink autentikus, de ezek már újak, tehát mi csináltattuk őket, de minden az eredeti után készült, az eredeti ruhák után. Ami ebben másabb, nem színes, tehát nem színesek a ruhák, hanem inkább sötétebb, tehát sötétebb színek vannak inkább. Most, ami rajtam van, ez egy Mecsek Nádasdi, de úgy mondják fiatalos viselet. Van külön, megkülönböztetnek házaspároknak, tehát amikor már a hölgyek férjhez mentek, más volt a viselet, és hogyha még idősebbek voltak, akkor megint más. És ahogy a kor, tehát ahogy nőtt a kor, úgy sötétedett is a ruha. A németkéri német nemzetiségi tánccsoport folyamatosan bővülő repertoárjában a németkéri és a dél-dunántúli autentikus sváb néptáncokon kívül más magyarországi német, valamint osztrák táncok is szerepet kapnak. A koreográfiák között felfedezhetők azok a lépésmotívumok és táncfajták is, melyeket a mostani tagok felmenői nagy előszeretettel táncoltak Németkéren. A Tolna megyei Németkérről érkeztünk. Németkér Tolna megye északkeleti részén található Paks mellett, hogyha esetleg így jobban tudják, a Duna vonalában helyezkedik el a falu. És hát 1995 óta ápoljuk a németkéri sváb hagyományokat, akkor alakult a tánccsoport. Jelenleg 30 tagot számlál a tánccsoport. Működött korábban ifjúsági tánccsoport, és a kettő csoport össze lett vonva, hiszen az ifjúság annyira felnőtt már, hogy a felnőtt együtteshez tudtuk őket csatlakoztatni. Úgyhogy ma egy kibővített csoporttal lépünk fel, viszont azt tudni érdemes, hogy a koronavírus az bennünket is, koronavírus miatti intézkedések a mi együttesünket sem kímélték. Elég sokan hát nehezen szoktak vissza a táncpróbákhoz, a táncpróbák megkezdéséhez, az intenzív táncpróbáknak a meglétéhez. De én úgy gondolom, hogy ma azért egy jó kis műsort össze tudtunk állítani ide Mecsek Nádasdra. Természetesen kötődik Németkérhez a viseletünk, ez főként a lányoknak a viseletében mutatkozik meg, eredeti németkéri viseletbe lépünk fel, illetve helyesbítenék az eredeti németkéri viselet alapján készült viseletekben lépünk föl. Van többfajta viseletünk, ünnepi viselet,
van a századforduló előtti ünnepi viselet is, amit nagyon nagy szeretettel hordanak a lányok újabban, ez egy újabb fajta viselet. És van egy nyári viseletünk is, tehát talán most nem is tudom felsorolni még, hogy milyen kombinációk vannak viseletek kapcsán. Valamennyi német nemzetiségűek lakta faluban, legyen az Baranyában vagy Tolna megyében, fontos volt, hogy alakuljon egy olyan közösség, mely átörökíti a jelenbe, bemutatja a svábok tánckultúráját, életre kelti tradícióit. Titel: Nur ein Tropfen deutsches Blut, erschien das Buch der Dozentin der Universität Bitsch über die Geschichte der Verschleppung. Beata Markus hat sich vorgenommen, aufgrund von Archivquellen, persönlichen Forschungen und Interviews die Geschichte der Schicksalstragödie des Ungarndeutschtums zu dokumentieren. Márkus Beáta anyai nagyanyja révén családilag érintett a deportálás borzalmaiban. Ez inspirálta arra, hogy kutatásba kezdjen. Erről a témáról egyébként a családban nem nagyon beszéltek, nagyon ritkán ilyen óvatos célzások voltak rá. És amikor történész hallgató lettem a Pécsi Tudományegyetemen, akkor tulajdonképpen ugye kellett egy kutatási témát választani, és ekkor merült fel bennem, hogy a magyarországi németek története úgy izgalmasnak tűnt, és hogy konkrétan erről a fejezetről talán lehetne esetleg valamit kutatni. Ez ugye a 2010-es éveknek az eleje, és akkor szembesültem vele, hogy ez abszolút fehér folt, alig volt róla akkor valami átrendelkezésre, úgy gondoltam, hogy hát akkor talán itt az ideje. A könyv 10 éves kutatómunka eredménye. A terv az volt, mondta a szerző, hogy először Tolna és Baranya megye történeteit foglalja össze, ám az élet másképp akarta. Nagyon sok mindennel találkoztam a forrásokban, ami felkeltette az érdeklődésem, és végül is kiterjesztettem az egész országra, mert Magyarország területére, hogy akkor már megvizsgáljam az összes elhurcoltnak ebből az országból a történetét. Úgy gondoltam, hogy nyilván, hogyha én nem találok hozzá több forrást, akkor nyilván mások se, tehát igazából másoknak a kérdéseit ugyanúgy meg szerettem volna válaszolni, mint hogy sajátjaimat. Tehát mi erről tényleg sokat nem beszéltünk, azzal találkoztam a hallgatótársaim körében is, hogy igazából az eseményről szinte egyáltalán nem tudtak, hogy egyáltalán történt ilyen. Emiatt igazából azt szerettem volna megvizsgálni, hogy hogyan zajlott ez az egész, amikor megérkezett a szovjet vörös hadsereg, miért adták ki ezt a parancsot, hol, mikor, mennyi embert vittek el erre a több éves kényszermunkára. Nyilván nagyon megérintett, tehát, hogy itt nyilván egyrészt levéltári forrásokkal dolgozott az ember, másrészt akkoriban még viszonylag sok nem, de hogy voltak túlélők, akikkel interjúkat lehetett készíteni arról, amit ők megéltek. Nem mindenki akart róla egyébként beszélni, ezért sok mindenkivel sikerült még így az utolsó pillanatban úgymond interjúkat felvenni. Tényleg megismerjük ezt a történetet. Egyrészt én is, másrészt azok a hallgatók, azok az egyetemisták, akiket oktatok, és ez valahogy jobban bekerüljön mind a köztudatba, mind az érintettek tudják meg, hogy mi történt, és én azt gondolom, hogy ebbe azért nagyon sokat sikerült ténylegesen haladni. A riportokból az is kiderült, hogy a határon megfélemlítették a fogságból hazatérőket. Ez a magyarázata annak, hogy hosszú éveknek kellett eltelnie, mire egy-egy történet vagy emlék napvilágra került. Sokakkal tényleg azt közölték a határon, hogyha ők erről nyilvánosan beszélnek, hogy mi történt velük, milyen rossz körülmények között voltak a szovjet lágerekben, akkor megbüntetik őket, visszaviszik őket, tehát hogy nem ok nélkül féltek, és nyilván ez évtizedekig tulajdonképpen hallgatás fátylába borította ezt a témát, amin tulajdonképpen tényleg csak a 90-es éveknek a rendszerváltozása volt az, ami elvileg változtatott, tehát hogy elvileg onnantól, hogy a szabadon lehetett erről a témáról beszélni, gyakorlatilag tényleg az tapasztalható, hogy hát azért sokkal lassabb volt, amíg az emberek megnyíltak, és tényleg elhitték, hogy oké, nem lehet már bajuk ebből. Tehát, hogy tényleg volt olyan interjú alanyom nekem is, aki azt mondta, hogy jó, ő elmeséli, de a nevét ne írjuk ki, az arcát nem mutassuk meg, tehát hogy még mindig igazából félelem van nagyon sok emberbe. A társadalmat érdekli, és hogy
úgymond ma tényleg egy olyan világban élünk, ahol már ezért nem büntethetnek meg senkit. Van egy nyitottság egyébként, mind a fiatal generáció részéről, tényleg nagyon sok iskola is megkeresett minket, hogy nem tartanánk projektnapot, beszélnénk róla valami feladatokat, szóval valamit, ami picit a fiataloknak felkelti az érdeklődését. Nyilván nem csak az olvasásra gondolok, hanem hogy egy mostani fiatalnak az érdeklődését már más módokon lehet megragadni, de ebbe tényleg sok pozitív tapasztalatom van, tehát hogy egyébként érdekli a fiatalokat, csak meg kell tudni szólítani őket. Márkos Beáta azt tapasztalja, hogy ma még hiányzik a deportálás történetének oktatása. Egyetemi tanárként személyesen mindent megtesz annak érdekében, hogy a hallgatók megismerkedjenek ennek a történelmi eseménynek részleteivel. Ehhez ad hozzá ez a kötet is. Für heute bedanke ich mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.